nagyon vártuk már, hogy újra kezdődjön az edzések, ugyebár a bajnokság az megszűnt. Sajnálom, mert szerintem több volt a csapatban. A játékképe nem azt mutatta, nem a pozíciónkat. Én szerintem nagyon sok meccs alakulhatott volna másképpen, aztán előrébb is végezhettünk volna, hát ezt nem bírtuk bebizonyítani, majd a következő bajnokságba. Úgyhogy mindenki nagy elánnal vágott bele ebbe a munkába. Az otthoni edzések nem olyanok, mint itt. Azért itt tényleg tudunk játszani, együtt vagyunk, együtt mozgunk. Minden az otthoni edzések, persze mindenki csinálta, de nem lehet azt az edzésmunkát elérni, amit itt elérünk. Én személy szerint már nagyon vártam, hogy elkezdődjenek az edzések, a meccseket is várom, majd remélem, hogy minél hamarabb ez is elkezdődik. Sajnáltuk, hogy tavalyi szezon ilyen körülmények között zárult, hiszen a csapat elég rossz pozícióba került. Véleményem szerint az utolsó 10 fordulóban biztos, hogy sok olyan mérkőzés volt, sok olyan kiki meccset játszhatunk volna, ahol előrébb tudtunk volna lépni, de ez a múlt. Nagyon sok tapasztalatot szereztünk az idei szezonban, amit remélem, hogy a következő szezonban tudunk hasznosítani. Mi is egy pár dolgot átértékeltünk, látjuk azt, hogy rengeteg fiatal játékossal, sok olyan tapasztalatlan játékossal futottunk neki ennek a szezonnak, és voltak olyan játékosok természetesen az idősebbek közül is, akik nem teljesítettek olyan kimagaslóan. Ez egy tanuló év volt itt Csabán, következő évben biztos, hogy nem lesz ilyen. Sokkal erősebb csapatot szeretnénk építeni, de ez véleményem szerint a keretet meg kell erősíteni, véleményem szerint mindenképpen 4 olyan meghatározó játékos szükséges, aki tudja segíteni a fiatalokat. Nagyon fontos az, hogy a fiatalokat véleményem szerint csak úgy lehet beépíteni, hogyha van egy gerinc mellettük, akik mellett könnyebben hozzányúlunk a fiatalokhoz. Bár azt hozzá kell tennem, hogy bátran hozzányúltam idén is a fiatalokhoz, ezt nem lehet mondani. Uram Janika 2001-es szinte kezdőkapus lett, Váradi, aki tavaly a megye első osztályú csapatban játszott, kezdőjátékos lett, Dávid Zoli bajnoki mérkőzésen, kupamérkőzésen játszott, 2002-es, tehát rengeteg fiatal játszott, a mezőny nagyon szoros volt, azt is láttuk, sajnos több olyan mérkőzés volt, ami nüanszokon múlt, de ez a múlt, csak előre nézünk, az biztos, hogy ez a csapat tapasztaltabb lesz, tehát egy évvel tapasztaltabb, van egy-két hiányposztunk, amit mindenképpen meg kell erősítenünk, és ha ezeket sikerül megerősíteni, akkor egy sokkal jobb évben bízunk, én mindenképpen. Koronavírusról viszont annyit, hogy hát nagyon rosszul jött, hiszen aki azért sportoló, az a pályán érzi jól magát, az edző és a játékosok is. Viszont így, hogy újra kezdtük az edzéseket, nagyon örülök és nagyon vártam már. Látható, hogy a kiadott feladatokat elvégezték. Nálunk viszont azt mondhatom, nagyon sok csapat panaszkodott, hogy rossz állapotban a csapat. Én azt tudom mondani, hogy a csapat jobb állapotba tért vissza, mint a szezon vége felé, amikor becsúszott a 2 vereség, de azt is el kell mondanom, azért a tavaszt úgy kezdtük, hogy az első 3 helyzettel játszottunk, tehát azt is meg kell említeni, de jobb állapotban és motiváltabban tértek vissza. Lehet, hogy ott tett nekik ez a pihenő, bár nagyon hosszú volt a pihenő. Ha júniusban is így kezdünk és meg tudjuk erősíteni a csapatot, biztos előre tudunk lépni. Mellé beszélni nem szabad, reális célokat kell megfogalmazni. Idén úgy gondolom, hogy egy középcsapatot terveztünk. A 6. hely és a 17. hely között 3-4 pont volt a különbség, tehát nagyon kiegyenlített a mezőny. Tehát arra kell felkészíteni a csapatot, hogy ne középcsapat legyen, mert én megmondom az igazat, hogy nem nagyon szerettem a középcsapatokat. Ezért is nagyon bántó volt ez az év. Nem nagyon szeretem a középcsapatokat,
Persze látjuk, hogy milyen játékosokat tudunk hozni, nem közép csapatra készülünk, egy olyan markáns csapatot szeretnénk építeni, amit idén is terveztünk, de sajnos nem valósult meg teljes egészében. Inkább azt mondom, hogy a jó csapatok ellen nagyon jól szerepeltünk, és a hozzánk hasonló kaliberű csapatokat meg nem sikerült megvernünk, azért, mert rengeteg a tapasztalatlan játékosunk, de azon vagyunk, hogy a következő évben egy sokkal erősebb csapatot építsünk, amivel a szurkolók is elégedettek lesznek majd.